A Batthyány Kázmér Gimnázium 11. osztályos diákjai látogattak el stúdiónkba az Árnyék nap keretében. Akkor tessék! Jó napot kívánok, Liptai Dániel vagyok, a Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnáziumból, és köszöntöm a kedves nézőket. A mai napon az Árnyék napról fogunk beszélgetni, és itt van velem évfolyamtársam, Beke Nóri. Szia, Nóri! Sziasztok! Szia, Dani! Az lenne az első kérdésem, Nóri, hogy miről is szól ez az Árnyéknap, mert ezt nem sokan ismerik, úgyhogy tudnál erről egy pár szót mondani? Hát tulajdonképpen szerintem ez a nap, meg így unblock ez a pályaorientációs foglalkozás, elég különleges már, mint hogy én máshol még nem hallottam ilyet. Tulajdonképpen arról szól, hogy jobban belelássanak a diákok abba a munkába, amit ők kinéztek maguknak, vagy legalábbis az irányt így be tudják lőni. Nagyjából igen, ez is, hogy megismerkedjenek a hétköznapi gyakorlati részével ennek. Értem. És ugye a Batthyány Kázmér Gimnáziumban ez úgy szokott lenni, hogy az Árnyéknap együtt szokott lenni, vagy egymás után szokott következni következő napokon a városi iskolával is, és sokan nem tudják, hogy mi a különbség a kettő között, úgyhogy erről is tudnál egy-két mondatot mondani? Hát vannak ilyen alapkülönbségek, tehát hogy ugye a városi iskolát rendszerint Székesfehérváron rendezik meg, és ott több programon vehetnek részt a diákok, csoportokban vannak osztva, míg itt egy-egy céget látogatnak meg adott esetben. Igen, és ott, tehát ott többféle, vannak fix programok, például mondjuk egy bíróság, az több csoportnak is elérhető, míg itt konkretizálva vannak jobban. És a tudomásom szerint az Árnyéknap talán úgymond fiatalabb program, mint a városi iskola, de nem tudom, lehet, hogy egyszerre indult. Értem. És szerinted miért hasznos az Árnyéknap? Tehát, hogy ez ad-e valamit a diákoknak, ami esetleg segít nekik majd később pályaválasztásnál, vagy ilyesmi? Hát abszolút szerintem, mivel mind a kettő 11. évfolyamosoknak van, és így a végzős év előtt szerintem már eleve van olyan diák, aki már teljes fix elképzelései vannak, és vannak többségben, akik vagy ez, vagy az, vagy mindkettő, esetleg semmilyen tervük nincsen még. És tulajdonképpen ebben segít, mint már mondtam, ugye a gyakorlati részét mutatja meg, és ugyanígy, tehát mivel sokkal ilyen interaktívabb, mint hogyha mondjuk valaki beszél róla az elméleti részéről, vagy akár a gyakorlati részéről, úgyhogy tehát beszédben nem tudja úgy átadni, ezért, és így ki is próbálhatják magukat a diákok, akár bármilyen téren, szerintem így jobban el tudják dönteni így a nap végén, hogy igen, nekem ez tetszik, nem, nekem ez nem tetszik, másfelé szeretnék menni. Értem. És te miért pont ezt a programot választottad? Mert ugye most itt vagyunk a Duna Médiában, élőadásban, és hogy ezzel szeretném majd tovább tanulni ilyen média szak, vagy média irányba, vagy csak egyszerűen érdekel a téma? Tervben van, igen. Egyébként egyre inkább kacsingatok e felé, ez a média kommunikáció, csak nem tudom, hogy a média vagy a kommunikáció részéhez, esetleg mind a kettőt, így egybe gyúrom. Tulajdonképpen szerintem, hogyha média felé mennék, akkor inkább a háttérbe. Háttérben szeretnék foglalatoskodni valamit, még nem tudom konkrétan, hogy mit. Ez az egyik, akár ilyen reklámszakember, vagy bármilyen ilyesmit, és hát igen, meg van egy teljesen másik elképzelésem is, és most ezt próbálgatom, hogy A vagy B terv, ami be fog jönni nekem. Értem. És a mai naptól mit vártál, mik az elvárásaid, hogy tetszik a Duna Média így belülről? Igen, egyébként tetszik. Tetszik, hogy ilyen, tehát hogy szóval egy ilyen elég szervezett az egész. Ez az egyik, a másik meg, hogy ahhoz képest, hogy tehát, hogy ilyen kisebb, vagy nem is tudom, ezért azt gondolná az ember, hogy mondjuk nincs lehetőség kipróbálni magadat, így a gyakorlatban, vagy bármi, de van. És szerintem ez jó dolog egyébként, és ez ugyanúgy a szervezőkre is vonatkozik, hogy nagyon jó, hogy ezt el tudták nekünk intézni, hogy mi bármilyen mértékben bele tudjunk ebbe látni, amire kíváncsiak vagyunk nyilván keretek között, de valamennyire igen. Hát köszönöm szépen, Nóri, hogy itt voltál velünk ma. Én pedig köszönöm szépen is a lehetőséget, hogy itt lehettem a Nórival, a viszontlátásra.
Köszöntöm a kedves nézőket, Szabó Anna vagyok, a Batthyány Kázmér Gimnázium tanulója. Az Árnyéknapon veszünk részt most a Duna Médiában, és kedves évfolyamtársammal, Barta Zsomorral fogunk egy kicsit beszélgetni. Igazából magáról a tanulásról beszélgetnénk. Ugye tanuláson belül vannak jó tanulók és rossz tanulók is. Mit gondolsz te, melyik csoporthoz tartozol? Hát elsősorban én is üdvözlöm a kedves nézőket. Hát semmiképpen nem a diákokhoz, úgy gondolom. Gondolom ezt a témát majd boncolgatjuk később. Persze. És mit gondolsz, miért nem a jó tanulókhoz tartozol? Hát, mert nem tanulok jól. Mi az, amihez felváltja ezt a tevékenységet, hogy otthon leülj és igazából tanulj, vagy megcsináld a házidat? Gyakorlatilag minden más, mert szeretném az életemnek minden egyes percét úgy tölteni, hogy minél többet élvezzem. Talán kicsit ez ilyen carpe diem elv, de mégiscsak úgy gondolom, hogy azért vagyok fiatal, hogy éljek később, ez lehet, hogy már nem lesz lehetséges. Uh-huh. De azért valamit mégis jól csinálsz, hiszen itt vagy, mindjárt érettségi előtt. A minimumot úgy gondolom, hogy azért nyilván kötelező teljesíteni, de azért nem megyek fel bizonyos magaslatokig. Igen, és ugye ez, hát nyilván vannak partnereid, hiszen gondolom nem egyedül szoktál otthon foglalatoskodni, barátaiddal szoktál mászkálni, vagy szórakozni. Általában nem otthon vagyok. Uh-huh. Valahogy mindig megpróbálom elütni az időt, általában az ilyen random jött dolgokat szeretem a legjobban igazán. Valahogy mindig megoldom azt, hogy elüssem az időt, és hogy ne a tanulásra jusson. Ezt most mondhatom azt, hogy sajnos, vagy csak úgy általánosságban. Uh-huh. És egy-két konkrét példát tudnám mondani, hogy miket szoktatok itt csinálni, ami mondjuk rendszeresebb, vagy? Rendszeresebb? Hát kimegyünk akárhol, mászkálunk, elvagyunk. Valaki mindig elérhető, valaki mindig aktív, valaki mindig ki tud jönni éppen, vagy át, vagy én hozzájuk. És te már felnőtt vagy, betöltötted a 18. életévet? Nem, én augusztus végén fogom betölteni a 18. életévet. Hát akkor a szüleid ehhez mit szólnak, hogy így eleresztetted a... Nyilván ez egy elég nagy súrlódási pont, hiszen itt az ellentétek azért ütköznek. Nem tudok vele mit kezdeni, máshogy gondolkozom. Szerintem ez egyébként eléggé aktuális a legtöbb, ha nem is a legtöbb, de sok kamasz vagy serdülő gyereknél. De azért tervek vannak. Persze, hogy vannak jövőben. Tervek, csak ez is inkább ilyen rendhagyó kategóriába sorolnám az én jövőbeli terveimet. És egy-két terv, amit így mondanál? Elsősorban én előadó művész szeretnék lenni, úgy gondolom, hogy ehhez nem kell a emelt matek 98%. És ehhez már elkezdtél ezzel már foglalatoskodni, vagy? Igen, már. Ez már nekem nem is hobbi, hanem inkább ilyen álom és hajtok is érte, igen. Tehát én általában az iskolában töltött óráimat dalszövegű írással töltöm. Uh-huh. De azért bejársz iskolába rendszeresen? Hát igen. Tegyük fel, hogy minden napot vagyok, de nem az összes órán, inkább így fogalmazni. Uh-huh. És ebből volt már valami nagyobb konfliktusod valakivel? Itt ugye nyilván a tanárokra gondolok. Konfliktusaim mindig voltak, de olyan igazán nagyok nem, mert azért a tiszteletet megadom legtöbb esetben. Tehát akkor kimondhatjuk, hogy te vagy a Batthyány Kázmér Gimnázium rossz fiúja? Ez elég klisés jelző, úgyhogy ezt nem szeretném magamra vállalni, de úgy inkább megpróbálok most már úgy színfalak mögött mozogni, hogyha ez egy jó megfogalmazás, talán igen. És ugye neked van kettő kisebb testvéred, igen. És nekik ezt a példát mutatod, vagy ők azért nem annyira figyelnek erre, hogy te éppen... Úgy teszem mindig azokat, amiket teszek, hogy soha nem azt mondom, hogy ez egy jó példa, hiszen szerintem mindenki teljesen más. Mindenkinek más a jó, mindenkinek más az ideális, én így érzem jól magam, nem biztos, hogy az öcsém, vagy a hugom, vagy akármelyik kisrác így érzi jól magát, én viszont igen. Akkor még nem vetted észre, hogy esetleg ugyanazokat a formákat követni a kisöcséd is, mint te? Ez az ő döntése, úgy vagyok vele, tehát én ebben nem szólhatok bele, elmondhatom a véleményemet, de én nem fogom rávenni semmire, hiszen az ő élete úgy kell irányítsa, hogy én csak ellátom azzal elmondom neki azt a tudást, azokat a tapasztalatokat, amiket én megéltem, hogy szerintem mit ne, de konkrétumokat soha nem mondok, hiszen egy teljesen más emberről beszélünk. És egy pár év múlva mondjuk hol tudnád magadat elképzelni? Mondjuk 20 év múlva. 20 év múlva? 20 év múlva. Hol tudnád magadat elképzelni? Hát ez egy elég nagy időtávlat, de hát nem is tudom, az biztos, hogy lesz egy pár jó sztorim. Azért 20 év múlva már szeretnék gyerekeket is, vagy gyereket, ez még a jövő zenéje.
Nem tudom. Ez egy nagyon távoli kép. Uh-huh. És mennyire fognád szorosan a gyáplőt így a jövőbeli gyermekeiddel kapcsolatban? Na hát ez is egy nagyon nehéz kérdés, hiszen úgy gondolom, hogy 17 évesen még így az apaságra elég korai gondolni. Nyilván a saját hibáimból azért kiindulnék, mivel szerintem azért pár hasznos dolgot el tudnék mondani, hiszen van tapasztalatom a dolgokba. Hát akkor lesz mit majd mesélni bőven az unokáknak. Az biztos. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm, és köszönöm a kedves nézőknek, hogy velünk tartottak. A viszontlátásra. Viszontlátásra. Jó. Na, ez nagy volt. Várjál. Köszönjük. Akkor elkezdjük a felvételt. Hajrá, sok sikert. Fel tud vezetni? Oké. Szép jó napot kívánok minden kedves Duna Média nézőnek. Pontosan 11 óra múlt 15 perccel, és itt van velem évfolyamtársam Búzás Réka. Hello, sziasztok! A reklám előtt ben volt itt a stúdióban Liptai Dániel és Beke Nóri, és nem másról, mint a továbbtanulásról beszélgettek az Árnyéknappal kapcsolatosan. És mi sem térünk el annyira ettől a témától, mert hogy mi is így szakmákról fogunk beszélgetni, és de be van csúsztatva nekünk két asztal közé, három darab szakma, amiről egyikünk se tudja, hogy milyen. Úgyhogy ezeket fogjuk megtárgyalni. Én azt mondom, kezdjünk is neki. Szeretnéd te választani az elsőt? Igen. Határozottan. Akkor ezt persze kimehetsz? Vagy mi lesz? Nem tudom. Válaszok neked? Középsőt, a szimpatikusok. Kíváncsi vagyok. Nagyon félek, hogy Anna mit írt. Most elmondod ugye, nekem, vagy elmondom én is neked, meg... Elmondom neked, mert beszélgettünk ugye szakmákról. Igen. Itt vagyunk a Duna Médiában egyébként. Köszönöm. És pont a vágó szakmáról beszélgettünk, úgyhogy te csinálnád ezt talán? Vágás. Vágnád a hát műsor? Én úgy gondolom, hogy ez nagyon sok tekintetben műsortól függ, hogy milyen fajta műsort kellene vágni. Mondjuk ez is mondjuk, hogy filmet kellene esetleg vágni, valamiféle interjút, mert például, hogyha interjút kellene vágni, akkor azt mondanám, hogy nem csinálnám, mert számomra az unalmas lenne, hogy végig csak beszélgetést. Igen, mert beszéltük, hogy két fajta is van, amit itt helyben, igen, esetleg élő közvetítés, igen, közben vágnak, és van, amikor jutó munka, ugye filmnél ez azért egy kicsit más. Én azt mondanám, hogyha filmről van szó, vagy esetleg sorozatról, akkor azt nagyon szívesen vágnám. Igen, utólag olyan egyszerűbbnek, vagy könnyebbnek, igen, tűnik, de sokkal több munkával, viszont úgy, amikor ott vagy a helyzetbe, uh-huh, és azonnal kell cselekedni, kicsit lehet, hogy nehezebb lenne. Uh-huh. És számomra izgalmasabb is egyébként, mint képileg is egyébként az ilyen filmes sorozatos téma. Interjúkban az, hogy csak beszélgetést kéne vágni, azt úgy gondolom, hogy... tehát azt megcsinálom rádióba, az ott nekem. Van az egyébként ez a tévés szakma? Micsoda? Vonz egyébként ez a tévés szakma, hogy így... Hát én a kameráktól kicsit félek, tehát én annyira nem szeretek kamera elé állni, ülni. Én inkább megmaradok háttérbe, és csak a hangommal. A kis hangommal próbálkozom varázslatot teremteni. Úgyhogy a tévés szakma nekem annyira nem szimpatikus. Érdekel, hogy mi zajlik háttérbe, de úgy annyira nem. Tehát annyira nem. Mit szólsz? Második témát kiválasztjuk. De te választod most. Most én? Most te. Tanár. Ez ki volt? Tanár. Fixen a Réka volt. Nem. Tanár. Hát ő... Utasd. Tanár. Nem, ez nem Anna írása. Ez nem Anna. Vagy Anna írása? Hát ki tudja. Akkor valamelyik kollega írta biztos. Lehet Anna volt. Na mit gondolsz? Tanár. Tanár. Nem hát, lennék tanár. Nem lennék. Semmi pénzért nem lennék Én már tanár. Csak azért lennék tanár, hogy megmutassam, hogy milyen egy jó tanár. Én csak ezért, mert amúgy az oda vezető utat nem csinálnám meg. Azt nem csinálnám végig. A tanulás. Tehát a tanulás rész az annyira nem volt, az túl sok meló, túl sok időbefektetés, mire oda eljut az ember, hogy tanár legyen. Viszont utána, amikor már tényleg eljut egy iskolába, hogy mit tudom én, történelem vagy matematika tanár legyen, uh-huh, akkor azt már ott nagyon szívesen. Tehát azt az időt, azt a folyamatot, ami ahhoz kell, hogy eljuss oda, azt kihagynám. Viszont a végső folyamatot, amikor már tényleg csak tanít az ember, na azt viszont csinálnám, mert én szerintem jó tanár lenni. Én pont így jó... azt nem. Nem? Pont azt nem? A mai és pont generáció... a tanulást csinálnád végig? Hát inkább az, de figyelj, a mai generáció tanítani, most bemész a kis iskolába, és ott vannak a gyerekek, azért nagyon gonoszak. Meg nagyon, a mai generáció nem olyan szerintem okés, nem? Fegyelem szempontjából is, meg... Szerintem nem gonoszak, csak
a mai tanárok, azok nem tudnak hozzájuk állni normálisan. Tehát, hogy nem jó, elég, nem elég fiatalosok. Nem pont a tanárok hibája, nem. Szóval ott vannak a szülők is például. Hát persze. Szülőkkel megbirkózni azért. Én nem tudom, én kipróbálnám magamat ebben. Kipróbálnám, mert mit szerintem... Hú, na ez viszont egy jó kérdés. Mivel matematikában nagyon rossz vagyok, azt valószínűleg kapásból elengedném. Ki van lőve? De egy ilyen mesélős tantárgyat például nagyon szívesen történelmet azt a leginkább, bár mondjuk számomra az is nehéz, mert tényleg ott is nagyon sok anyag van, és nagyon sokat kell tanulni. De az a mesélős részét azt én szeretem, tehát én azt szerintem jól tudnám csinálni. Óráról órára készülni. Jó, a részletekben nem erüljünk el, mert akkor tényleg azt mondom, hogy nem. De tényleg én foglalkozni gyerekekkel, tehát én szeretem így nevelni őket. Én szerintem szeretnének engem a diákok, most lehet, hogy ez ilyen nagyképűen hangzik. Lehet jó hatással viszont azt mondom, hogy válasszuk ezt a harmadik szakmát is, mert itt nagyon megy az idő, úgyhogy már érzem, hogy kicsit kezdünk kifutni, és másra nem hagyunk időt. Építőmérnök. Mit csinál egy építőmérnök? Hát igen, ez most egyébként nekem azért ciki, mert tényleg az építőiparban szeretnék elhelyezkedni, de hát figyelj, építőmérnök gondolom, hogy házakat tervez, rajzol. Várjál, Rákes. Ez most így elég, ez most így le fogja ültetni a beszélgetést, addig fogja, beszélek figyelj, egy építőmérnök. Szerintem le fogja ültetni a beszélgetést. Most tudni sokat kell hozzá tanulni. Egyébként volt az árnyéknapon volt most egy ilyen terület, hogy el lehetett menni egy építőmérnök mellé, az minden osztályból egy személy volt. Első, ami felugrik, építészt felveszünk, sok bér. Jó fogás? Nem. Na mindegy, ez így, Réka, azt ne csináld, nagyon leültetni. Akkor nem csinálom. Valószínűleg tervez, sokat kell számolni, valószínűleg kell hozzá matek. Rajzolni is kell tudni? Biztos, hogy rajzolni is kell. Akkor ezek nem lennénk. Én szeretek rajzolni. Matematikában az egyetlen. Ezek terület. A sémák is mennek, szóval, hogy kockát rajzolni, persze. Meg minden. A geometriából én nagyon jó voltam. Az megy matekból? Az egyetlen dolog, ami megy matekból. Viszont ezzel is az a baj, hogy ahhoz, hogy valaki papíron diplomással legyen építőmérnök, ahhoz is nagyon sokat kell tanulni, és nagyon jó kell lenni matekból. Hát biztos, hogy évek, meg... Biztos, hogy évek. Azért itt állunk egy felvételi előtt, vagy egy érettségi előtt, nem kevés pontot kell szerezni, szerintem, hogy érnek ire. Nem hiszem, hogy ezt a szakmát választanám tanulás útján, hanem valószínűleg ezt így az évek alatt. De neked apukád is ebben dolgozik, ugye azt mondtad? Nem, édesapukám nem építőmérnök. Nem gondoltam, hogy építőmérnök, csak hogy... Építőiparban dolgozik, de nem ezen a területen, tehát ő neki erre vannak. Bizonyos. Akkor nem látsz bele. Nem látok bele, szeretnék bele látni, remélem, hogy majd az évek alatt majd ezt is kitanulom, de nem hiszem, hogy egy iskolában vagy egy egyetemen fogom megtanulni, hanem majd esetleg. Otthon rajzolgatsz magadnak egy... Persze, háromszögeket meg kockázat. Álomház. Bizony. Hát nagyon szépen köszönöm, Réka, hogy itt voltál. Nem sokára jön az egyperces irodó, és utána jön Barta Zsombor, és... Segíts ki, Szabó Anna, köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartottak, és akkor... Köszönöm a lehetőséget. Hát igen, én is köszönöm és szépen. És itt lehettünk a Duna Médiában. Én is nagyon szépen köszönöm. További szép délutánt kívánunk. Szép délutánt. Anya, rossz. Jó volt, köszönjük.